Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon. Fájása édes, hadd fájjon, hagyom. Ha balgaság, ha tévedés, legyen. Ha szerelem, bocsásd ezt még nekem. Juhász Gyula Szerelem című versének záró soraival köszöntöm kedves nézőinket 582. adásunkban a Szent Bálint, közismerten Valentin nap, a szerelmesek napjának előestéjén. Mai adásunkban mi is kedveskedünk egy rövid összeállítással a szerelmeseknek, jegyeseknek és ifjú házasoknak, hiszen Szent Bálintot ezek védőszentjeként említik az írások. Ám ez alkalommal nem csak az ifjú szerelmesekről és házasokról emlékezünk meg. Ugyanis február 9-e és 16-a között tartják meg Magyarországon, de más országokban is a házasság hetét, így erről is szó esik rövid mellékletünkben. De ugyanakkor megemlékezünk a Betegek Világnapjáról is, amelyre II. János Pál kezdeményezésére 1993-tól február 11-én emlékeznek, azzal a céllal, hogy Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a szenvedés megértését. Műsorunk folytatásában a hertelendi falvi Kovács Máriával készült beszélgetést mutatjuk be kedves nézőinknek, amelyben az elmúlt idők emlékeit idézi fel családi és közösségi életéből. Röviden beszámolunk néhány olyan eseményről, amelyeknek Székelykeve volt a helyszíne. Február 8-án az esti órákban tartották meg második alkalommal a disznótoros bált, amelyet a székelykevei nyugdíjas szervezet rendezett meg nagy sikerrel a helyi közösség tanácsának támogatásával. A szép számú vendégseregnek az ízletes disznótoros falatok mellé a jó hangulatot a Dunai Kavicsok zenekar tagjai biztosították. Február 10-én a székelykevei régi iskolaépület felújított helyiségében főtisztelendő Halmai János káplán felszentelte a CMH irodát a helyi közösség tanácsának és a Varrocska kézi munkacsoport tagjainak jelenlétében. A házszentelési szertartás után a Varrocska kézi munkacsoport tagjai, akik hétfőn és pénteken ugyancsak ebben a helyiségben tartják összejöveteleiket, bemutattak munkáikat és az új szövőszéket. Mindannyiuk reménye, hogy ezentúl a ház jelképesen is Isten oltalma alá kerül. Szombaton, február 8-án délután 5 órai kezdettel tartották meg az Aldunai Vándortáncházat a Pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület és a helyi Szalmaszál Ifjúsági Művelődési Egyesület közös szervezésében, amelyen a Sándor Egyházi, Hertelendi Falvi és Székelykevei ifjú néptánckedvelőket Lukács Imre, közkedvelt temerini néptáncoktató és lánya Lukács Sára tanították új gyermekjátékokra és tánclépésekre. Jelen voltak a Délbánáti Magyar Művelődési Egyesületek tánccsoportjainak műszaki vezetői is, akik a múlt év folyamán részt vettek a továbbképző néptánc tanfolyamon. A talpalávalót a Pancsovai Csörömpölő Zenekar biztosította. A következő táncház találkozót február 22-ére tervezték a Pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület székházában. Az Aldunai Vándortáncház a Betlen Gábor alap támogatásával valósulhatott meg. Holnap, február 14-én Szent Bálint, avagy Valentin napja, a szeretet és a szerelem ünnepe lesz. A keresztény szokás eredete, hogy Szent Bálint a 14. században a jegyesek és fiatal házasok védőszentjévé vált Angliában és Franciaországban. Számos legenda, hiedelem fűződik ehhez a naphoz, de a mai, modern világban mindez háttérbe szorult, és ma az ünneplés abból áll, hogy a szerelmesek nagyobb odafigyeléssel ajándékozzák meg egymást egy-egy szerelmi dallal, verssel, virággal vagy egyéb alkalmi ajándékkal. Ezzel egy időben a házasság hetének megrendezését Angliában kezdeményezték, hogy Valentin nap környékén minden évben egy hétig
a házasság fontosságára irányítsák az emberek figyelmét. Magyarországon az idén február 9-e és 16-a között már 7. alkalommal rendezik meg a házasság hetét a keresztény egyházak és civil szervezetek összefogásával. A kezdeményezők hangsúlyozzák, hogy a házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára, melyen belül a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, nem tökéletes, de szeretett társon keresztül. A házasságban egy férfi és egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát, hogy egymás bátorítására, segítségére és védelmére törekszik egész életében. A házasság hetét ma már 21 országban rendezik meg. A szervezők példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztják alá a házasság örökké való értékét. Nyíltan beszélnek a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és problémáiról, ugyanakkor igyekeznek bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és házasulandókat, de bátorítani és reményt kelteni azokban, akiknek a kapcsolata válságba került, vagy valamilyen ok miatt megszakadt. Sápat világ, a tél visszatért, mint a bántó hibák. Könyv vár megint, a jóslat szerint, hát változtas írt át. Álarcos bál zárt ajtók mögött, harctánc a prédák s a hajtók között. Elbújt a hold, az ég szomjatolt, a szárnyad most használd. Neked is új reményt ad minden nap, adja súlyt a rejtett álmodnak. A szíved rég valóra váltaná, téd ma esküdt rá. A szeretet új erőt ad minden nap, sorsod is csak tőled változhat. Régebben a hosszú téli estéket úgy töltötték az emberek, hogy meglátogatták egymást és elbeszélgették közös gondjaikról, a mindennapokról, megosztották a közösség gondját, baját, egy szóval törődtek egymással. Ma a 21. században van, hogy a szomszédok nem is ismerik egymást, hogy a rokonok sem látogatják egymást, és így az emberi kapcsolatok elidegenülnek. Egyre kevesebben vannak az olyan személyek, akik hajlandók megosztani másokkal gondolataikat, emlékeiket. Nekünk volt olyan szerencsénk, hogy elbeszélgethettünk a hertelendi falvi Kovács Máriával, a 87 éves Maris nénivel, aki elragadtatott emlékező tehetségével, amint gyermek és ifjúkoráról mesélt, visszaidézvén az egyszerű családi és közösségi életet, amelyben része volt. Pirosodik szépen az ég alja, megkondult adást hajnal harangja. Olyan édes, olyan titkos szóval, mintha volna kedves altatódal. Nyugszik, nyugszik a zsibongó élet, ember, madár, nyugalomra céled. Csak én nem még nyugodni, pihenni, úgy szeretek ilyenkor merengni. Nagyon na, szín. Hát hallottátok-e valamit? Nem. Na, az harmadikba jártam, akkor ilyesmire tanították a gyermekeket, igen? Volt, ott maradtunk az iskolába, és volt egy óra hosszánk énekóra.
Úgyhogy a templombali énekeket, és ott tanultuk az iskolába, jött az öreg titelátes úr, úgyhogy... De ez a Kálmán tanító bácsi, ő nem csak tanító bácsi volt, hanem ő volt a kantor a templomba. Ja. És azért tanított ő. És hányan voltak az osztályban akkor? Az iskolában? Igen. Hát voltunk biztos vagy 25-ön vagy 30-on, és egyedül én élek belőlük. És aztán, amikor felnőttek, az iskolát elvégezték, akkor így hol gyülekeztek a fiatalság? Nem mentünk sehova, nem. A 5. osztály csak az járta ki, amelyik akar tovább menni iskolába. Azok voltak Nagy Bélájék, Székely Feri, Csata Balázs, Sándor. Ja, akik tovább tanultak. Ezek mentek gimnáziumba. Mi meg elmentünk a gyárba dolgozni. Én a 13 évemet ott töltöttem be a textilgyárba. Éppen ezt akartam kérdezni, még Lejanka volt akkor jóformán. Hát most gondold el, hogy egy olyan Lejankát, hogy is márták akkor a gépek közé beállítani, hogy... Hát most nem tudjuk elképzelni nem ezt, tudjátok. Mostani gyermekeket nem lehetne biztosan. Nem is lehet elképzelni. Nem volt se autóbusz, se kocsi, se semmi. Minden reggel 4:30 kellett kájunk, 6-ra már ott voltunk a gyárba. Már 5 órakor kellett indulni, úgyhogy 6 órakor már fújt a gyár, akkor már el kellett készüljünk. De többen voltak a faluból, akik együtt mentek, nagyon, ugye? Sokan. Ezek az én korosztályom majdnem mind oda jártak. Hova jártak szórakozni? Az Egyesületbe? Az ifjúságházba, ahol van most a zimaház. Igen. Ott volt le csak egy terem. Gondolhatod, hogy főd volt lán. Az lát soha meg nem volt tapasztva. Azt mi úgy felrúgtuk, hogy sokszor olyan porosan mentünk haza. De jól éreztük. Jó volt. Igen. Játszottunk, födőztünk, ez az, volt egy hosszú asztal, azon volt 3 tábla sakk, aki akart sakkozott, de csak az öreg emberek mentek sakkozni. Fiataloknak más dolgik volt. Fiatalok csak ott ne játszodni, hancorozni. Nos, akkor Andris bácsi, Önbeli András bácsi összeszedett minket, s szép színdarabokat tanított. Melyikekre emlékszik, amiben részt vett? Melyikre emlékszik? Igen, amelyikekben részt vett, melyikekre emlékszik? Jaj, hát én emlékszek mindegyikre lehet. A köszörű... Még lehet a szöveget is el tudnám mondani, ugye, amit akkor meg kellett mondani. Elég kár, Bari, hogy nincs itt. Bari, ha itt lenne, ő elmondaná a rigmust, mert ő volt a Bobáks, én a Mikuláni, a Juhász legénybe. És akkor ő olyan... Ott is énekeltek, és ugye a színdarabokban akkor? Hát abba én nem énekeltem, az igazat megmondva, mert én majdnem minden színdarabban ragasszon szerepet játszottam. Mondtam, hogy akkor a hajamot úgy puderozták, hogy legyen fehér, most bezzeg nem kéne. Volt a köszörű mindent helyrehoz, a nevelt leján, a juhász legén, ezek mi hosszú, három felvonásosok voltak. És jártak vendégszerepelni, és vagy csak itt a faluban? Nem jártunk meg. Csak Pancsovára, a dalkörbe. De itt a helybeliek szerették, hogy a színdarabokat nézni, ugye teltház volt erekként. Olyan teltház volt, hogy még az ablakok is tele voltak, népvel, annyian voltak. Rettentő szerették. És milyen sokáig tanulták a színdarabokat? Hát, télen át, átlagban, vagy...
Hát élen, de akik jártunk a gyárba, nem tudtunk eljönni. Mondom, amikor délután dolgoztunk a délutáni szmenába, akkor 2-től 10-ig dolgoztunk. Este 11 volt, mire hazaértünk. Egy óra hossza kellett, amíg hazaérünk. És még valamilyen ilyen régi ének jut-e eszébe, amit esetleg, vagy vers valami, amire így emlékszik vissza, hogy még az iskolás korból, vagy azután? Milyen ének, nem tudom, hogy az... Emlékeztest, hogyha... Az érdekelne-e, hogy a haza szeretetért szívünkben élni fog a hón. Hát tudjátok? Nem. Igen, a haza szeretetért szívünkben élni fog a hón. Még magyar kebel lehet, benne szívdobog, élni fog szép hazánk, míg a föld forog. Rajta ifjú nemzedék, itt az alkalom. Munka és utána sikárs hatalom. Jóban, rosszban, vészben, úgy szeretlek, úgy imádlak téged. Drága hazám, örömes odadom, utolsó csepp vérem. De ezt egy kicsit szebben kéne énekelni, nem így énekelni. Valamikor induló volt, ez biztosan induló ilyen valami. Volt, igen. És mi hát az indulókat tudtuk, mert mi 3 háborút megértünk. Úgyhogy örökét a... Ha elmennek a reguták, azt a színdarabot és leadtuk. Éppen most mondom Lajcsinak, hogy de akkor nem volt szabad úgy mondani, hogy a Magyarország fő utcáin masírozik a század. Cenzurára kellett adni, és akkor úgy írták belé, hogy Szarajevó fő utcáján masírozik a század. Na akkor jött Kocsis ide. 46-47-ben. Tudom, jól már mi akkor esküdtünk 47-ben, amikor idejött a tiszteletes úr. Már Kocsis tiszteletes úr eskedte magáikot? Tessék? Kocsis tiszteletes úr eskedte magáikot? Igen, s még azt mondta a tiszteletes asszony még utolsó időkben, és amikor itt volt már a tiszteletes úr meg volt halva, azt mondta, hogy az volt az első esküvő itt a faluba, olyan többet soha nem volt, mert egyszerre volt 3 mennyasszony és 3 vőlegén. Hogy? Együtt tartották a lakodalmat? Vagy? Rózsi, mi ketten, én ketten voltunk testvérek, egyszerre mentünk férhez. És akkor ezek Bari bácsidék, Erzsi, ők szintén azon a napon esküdtek. Együtt volt megtartva az esküvő a templomba? A templomba, egyszerre esküdtünk a templomba. Hát olyan csak ugyan nem volt. Azt mondta a tiszteletes asszony, hogy csak azt sajnálja, hogy nem lehetett azt az esküvőt megörökíteni. Na. Hát igen. Akkor nem léteztek ilyen felszerelések. Nem, az igen, igaz. Még fényképés sem volt. Ott igen. Ne van valamilyen fényképem a lakodalomról, mert anyukámnak rettentő kedve lett volna, hogy ketten, ugye mivel egyszerre elmenjünk, hogy egyszerre mennyasszony ruhába legyünk levetetkezve. Akkor Bari bácsiékkal a barátság és... Azóta tart. Azóta tart, man. Az előtte tartott, és azután is. Úgyhogy komások vagyunk. Mondom, hogy még csak ők vannak, s én. Most egy még eszébe jut-e. Nótás volt az én ajkam is, amikor még boldog volt a lelkem. Amikor úgy estelenként
Házad előtt vallomát ölelted, susogtál te minden szépet. Holdas este aranyalmot szőttünk, amikor a kalapomra jazminokból koszorút kötöttünk. Boldog álom, hová lettél, hová tűntél, édes drága nóta. Soha-soha nem feledlek, úgy siratlak téged én azóta. Holdas este jazmin bokrok, csak még egyszer susogjatok nékem, hogy a szívem úgy vigadjon, mint valaha réges-réges-régen. Akkor volt alkalom, ahol így találkoztak többször együtt, vagy a lakodalmakban hajnal felé, ugye, amikor... A lakodalmakra aztán, az nem ilyen lakodalom volt, mint most. Akkor összefogoztak az asszonyok, mind nem kellett se zenét, se senki. Ők magik táncoltak körbe, énekeltek. Az egész más élet volt akkor, mint most. És mit énekeltek? Vagy így ilyen lakodalmi nótákot? Vagy ilyen hallgatókot? Ha, amit... Mindent énekeltünk. Ami sorból, még, ugye, kinek mi eszébe jutott? Még egyet énekeltünk azt, hogy estét harangoznak a toronyba. Gyere, rózsám, ülj a ladikomba, vízmentére csendesen csónakázunk, összebújunk szorosan, hogy meg ne fázzunk. Ring a csónak, galambom, ne félj benne, jól vigyázok én az evezőre. Dobogását hallod-e a szívemnek? Leteszem a levedzőt és megölellek. Mulatni lehetett egyszerűen, ugye? Tudtunk hát ezt. Igen. Gyermekeknek is ott volt a helyik, és az idősebbeknek is, akkor egymástól meg lehetett tanulni. Megtanultuk, jártunk a az egyházi dalárdába is, játszunk a másik dalárdába is. De örökké sokan voltak, ugye, így nagyon a dalárdában? Nagyon sokan. Ott nem számított, hogy öreg, fiatal, mind együtt voltunk. És amikor Györfi Jóska bácsi lett a kántor, ő volt, ő nagyon, ugye? Nagyon, nagyon szép énekekre tanított. Vízben én erősségem, viharba menedékem, minden, minden vagy nekem, bizalmat bennem vetem. Vígy hát, vígy, míg ér a nap derül. És ha minden romba dől, benned bízom egyedül. Na. Kedves nézőink, mai műsorunk ezzel véget ért. Elköszönőben a Pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület felhívását közöljük. Szombaton, február 15-én 20 órai kezdettel disznótoros mulatságot rendeznek. Ízletes vacsora és a Dunai Kavicsok zenekar szórakoztató és táncra késztető zenéje várja az érdeklődőket 1000 dináros belépődíj ellenében. Előzetes helyfoglalást a 352-686-os telefonszámon fogadnak az Egyesületben. Mindenkit szeretettel várnak.
A Hertelendi Falvi Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesületben ez év február 23-án 18 órai kezdettel tartják meg az idei rendszeres évi közgyűlést, amelyre szeretettel várják a tagságot és minden érdeklődőt, hogy jelenlétükkel és hozzászólásaikkal tegyék tartalmasabbá az egyesület további munkáját. Mai műsorunkat szombaton reggel 7:30 megismételjük. Következő adásunkkal mához egy hétre, csütörtökön este 7:30 után jelentkezünk. Addig is kívánok tartalmas időtöltést, viszontlátásra! Tart felhő tal haza felé, mindegyiket úgy irigyeli, na de tudja jól, amint lehet, nem soká velük mehet, akkor minden álmullik egyszer, minden végéhez ér, és minden december új májust ígér. Minden álmullik egyszer, minden végéhez ér, de két szép szerelme mindenre kér.